Jó reggelt mindenkinek, mi egy különleges leckén veszünk részt, amelynek a témája a lolismából, azaz a nem az ő érdekében való cselekedettől az ő érdekében való cselekedetig. Kérdéseket föltenek a Balatévén keresztül, aki válaszolt kérdések élőben feleznek téve a leckén, tehát a lolismából a lismába. Rav. Ez a feltétel, amikor a lolismából a lismába kell emelkednünk, ez egy elsődleges és nagyon fontos feltétel, annak érdekében, hogy elérjük a formaegyezést a teremtővel, azaz, hogy valóban eljussunk hozzá szabad akaratunkból. És a spirituális születés a saját erőfeszítéseink által elkerülhetetlen, és természetesen nem tudunk azonnal eljutni a lismába az adakozás érdekében a mások szeretetéhez, a teremtő szeretetéhez, hanem mielőtt ez megtörténne, nekünk nagyon komoly munkát kell elvégezni, minél nagyobb a lélek, annál nagyobb munkát kell elvégezni, mert nyilvánvalóan nagyobb volumenű az ember egója, és ezért nagyon komoly erőfeszítések kell tenni, hogy valaki eléri a lismát. Azonban a hétköznapi emberek a kollektíva, valóban ők a lismában erőfeszítése jutnak el, de az erőfeszítésük azonban sokkal kisebb kell legyen, mint a miénk, mert ugye itt azoknak az erőfeszítésről beszélünk, akik Izraelhez tartoznak, azaz a fejhez, és éppen ezért mindenkinek van egy, ugye ez egy komoly munka, ahol az ember sóvárog, megvizsgálja a dolgokat, az állapotokat, nem tudja pontosan, hogy milyen hullámvölgyek és hullámhegyek jönnek, mert még nincsenek meg az adakozási erényei az embernek, még akkor sem valami fajta adakozási szándéka már megjelent a felső fény befolyása által, ezonban ez messze nem teljes kiterjedésű, és ezért még mindig valahol az út közepén van. Ez nagyon kellemetlen periódus, de még a lolismába való belépés sem egyszerű, nem olyan lismába. Tehát az embernek, aki elkezd tanulni kabalát, akkor nyilvánvalóan nem ezzel az állapottal kezd azonnal, tehát nem a lolismából a lismába lép be, meg kell értenünk, hogy eljut a csoporthoz a fény befolyása által, és így tovább, majd pedig egy nagyon komoly munkát kell végezni ahhoz, hogy az ember mondjuk egyik lába még a kapni akarásban van, a másik lábát meg fel kell helyezni a lélek létrefokán egy magasabb szintre a adakozásba. És arra az ember képtelen, ezért valahol a két állapot között félúton van, egyensúlyozva, ahol mindezek a történések, amikről beszélünk, nem egyszerűek, tehát egyszer itt érzi magát az ember, ide teszi a lábát, oda teszi a lábát, hogy az első szinte föl tudja emelkedni, a reformáló fény az ugye megjelenik, de ez eltart egy ideig. És nagyon sok ember képtelen felemelkedni
Egyetlen életciklusban, amit fizikai életciklusnak, Gilgulnak, ugye reinkarnációnak nevezzük, tehát ahogy tudjuk, semmi nem veszik el a rendszerben, tehát ha valaki erőfeszítéseket tett, az megmarad, és a következő életciklusban folytathatja, tehát a munka a kapni akarással van, de maga a kapni akarás eltűnik, hiszen az örömnek a kapni akarásban megragadható mértéke az meg van szorítva, és a szenvedés, amit az ember érez, az is összeadódik a kapni akarás szükségszerű megnyilvánulásain keresztül, kellemetlen csapások, és ez szintén egy előrehaladás van, és látjuk, hogy az emberiség egy pont felé halad, ahol nem érzi túl jól magát a helyzetében. És ugyanezt történik az egyéni ember fejlődésében is, a fejlődésnek ugyanis tudatosan és megértéssel kell, hogy történjen, mivel a fejlődés az felett áll a hétköznapi megszerzési vágynak, amit kezelni tud az ember, meg még képes érzékelni. Így haladunk előre, nagyon sok anyag van, amin keresztül kell menni, és ami alismáról, meg alismáról szól, az átmenet a reformáló fény által történik, meg a Tórának a fény által. És az egész Tóra nyilvánvalóan az pont erről szól, hogy a lismából a lismával a felmelkedés, amikor valaki elér a lismát, az az, amikor a teremtő érdekében képes már cselekedni, az úgy fogja azonnal érezni, mintha már mindig ott lett volna, ezért nagyon sok állapot adódik össze, zsúfolodik össze a lismában, és aki a lismában van, az megkapja már az erőt is ahhoz, hogy olyan módon kutathassa a valóságot egy olyan erőn, ahol megtanulhatja a teremtője való munkának az erejét. Hogy amit a teremtő cselekszik, azt ő érzékelni tudja, és ezt képesek legyünk önmagunkban adoptálni a saját cselekedetekre. Tehát emberek, még nincsenek a lismában, büszkék lehetnek arra, hogy napi erőfeszítést tehetnek, fillérenként összeadva azt a pénzt, amit félretesznek a saját vágyaikból, és lehet, hogy az egyik bölcsesség nélkül hal meg, és mégis hatalmas nyereséget könyvelett el, mert erőfeszítéseket tett, és ezek az erőfeszítések nem fognak eltűnni, a spirituális cél irányába tett erőfeszítés nem fog eltűnni. Sokkal inkább arról van szó, hogy ahogy ezek elraktározódnak, és egy időben visszakapja majd az ember a kapnyakajásából, és akkor valóban mindent visszakap az ember, még pedig egy helyes pillanatban. A szitrákra ugyanis a másik oldal az elraktározza, de vissza fogja adni. Nagyon sok ilyenfajta rendszer van, amely a tisztátalanságot és a szentséget egyaránt szolgálja, tehát hogy az ember el tudja érni a lismát ezáltal. Na, olvassunk valamilyen idézeteket, és tanuljuk, hogy hogy kell megvalósítani a lolismából a lismába, azaz az ő nem az ő érdekében tett munkát, az ő érdekében tett munkáig. Bala Szulám, az egyetlen parancsolat, az első. Soha nem remélhettük, hogy eljön az idő és a megoldás, ami által mi elkezdhetjük a munkát a teremtő lismában. Tehát láthatjuk majd a jövőben, minden szolgálja a teremtőnek, a munkát lolismában kell kezdenie, és ebből az állapotból kell elérni a lismát, és az a mód, ahogy az ember eléri ezt a szintet, az nincs időben behatárolva, hanem sokkal inkább azok, akik erre kijön alkalmasok erre, azoknak a szívük mértékében lesz az alkalmasság kinyilvánítva, és ilyen módon kezdik el érezni a lolismában való munkát, és lehet, hogy bölcsesség nélkül is halnak meg, és mégis az ő jutalmuk soha nem lehet nagyobb,
mivel az értelmük, ugye, hogyan tudja elérni és kiérdemelni azt, hogy örömet okozzon a teremtőjének. Még hogyha valaki egy feltétel alatt dolgozik, végső soron, mivel az egyik így érdemlik, a másik úgy, ezáltal tud örömet okozni a teremtőjének, és ezt nevezzük úgy, hogy nem szándékosan, de a lisma fele halad. Rav. Így van. Mi nem értjük még pontosan a nehézséget, amely az orrunk előtt van, miért annyira nehéz elérni a lismát. Tehát nyilvánvalóan ilyen szempontból a rendszer Adam Harishon felett van, amilyen mértékben magasan van, világos kell legyen a számunkra, hogy így érezhető, hogy hogyan lehet adoptálódni egyre mélyebben a léleknek, abban, hogy egyre magasabbra tudjon emelkedni. Ezért tudnunk kell, hogy minél magasabbra emelkedik egy magasabb lélek, valóban az ellenállás is magasabbnak lenni, és egyre nagyobb nehézségekkel néz szembe, hogy ahogy a lulismában emelkedik. Hosszabb ideig tart, nagyon sok munkát követel meg, különleges támogatást követel a lélek, a könyvek, a barátokon keresztül kell, hogy fölemelkedjem, hogy nagyon sok erőfeszítésen keresztül eléri a lismát, és ahogy a lélek valóban a korrigált rendszeren keresztül emelkedni kezd, a lelkének a törés által lezuhan a mélybe, és nyilvánvalóan bizony ahhoz, hogy magasabbra tudjon emelkedni, hatalmas erőfeszítést kell tennie. Ez, hogy ez működik, tehát itt az egyik ellentétben van a másikkal. Tehát ezen is mit tenni, nem mi választottuk a magasságot, amilyen kezdjük. Nekünk nincs ebben szabad választásunk és megértésünk, ahol mi tartozunk, mindenkinek csak egyszerűen meg kell tennie a dolgát, hogy minél magasabbra emelkedhessen a lelke, és azt korrigálni tudja, és hogy minden mást feladhasson teljes egészében, elmerülhessen a saját tízesében egész addig, amíg nem képes az adakozás érdekében cselekedni. Itt nincsenek engedmények. Na, folytassuk. Tehát innen egyszerűen levontjuk a következőt, és muszáj dolgozni. Minél jobban, minél nagyobb erőfeszítést vagyunk képesek tenni, annál jobban emelkedni fogunk, ebben nem nincs kérdés. Ez az, amivel hozzáadhatjuk a kezdő feltételekhez új feltételeket. Tehát egyes idézet. Mindenki, aki a Tórával, lismában foglalkozik, az nagyon sok dolgot elnyel ezáltal, sőt, az egész világ az vágyik rá, és ő barátnak, szeretetnek, a teremtő szeretett fiának, szeretett teremtménynek, az Úr kedvességének, megvilágosodott teremtménynek lesz nevezve. És ilyen módon ő ráöltözik a szerénységre, a félelemre, és a megigazolásnak a szándékára, az őszinteségre, az egyenességre és a hithűségre. Ilyen módon távolodni kezd a gonosztól, közeledni kezd az érdemekhez, és ilyenkor segítséget kap, és a bína az az ítéletekké válik, de a bínához közelebb kerül, és ahogy írva van a tanácsokból, hogy neki a Tóra titkait kell tanulmányoznia, hogy valóban
megtalálja az örök forrást, egy olyan forró folyót, amely soha nem szárad ki. Az ő szerénysége hosszú szenvedéseken keresztül nyilvánul meg, azonban megjelenik a bűnbocsánatnak a lehetősége, és egy hatalmas és magasztos munkát végezett teremtő. Most a Lisvánról beszélünk. Az összes állapot, amiről Rabbi Meyer ír, az egy nagyon magas szöveg, nagyon ezen értjük meg egyébként, hogy miről ír, hiszen egy bizonyos módon fejezi ki ezeket a szövegeket. Ezek is kérdéseket emelnek föl, valószínűleg a Lisvánért való munka az ilyen, és nem is egyszerű elvégezni, tehát az embernek a rendszerben így kell, hogy feltárolja minden, és meg kell, hogy értsük, és olyan tudunk integrálni mindenbe. Tehát nekünk nem kell fantáziálni ezekről a dolgokról, mert nekünk megvan a rendszerünk az órunk előtt, a tízes körben. Ha mi ebbe beleintegrálódunk helyes módon, akkor mindent fel fog fedezni, ami Rabbi Meyer beszél. Ez pedig a köztünk levő kapcsolatban fog minden feltárolni, minden spirituális állapot, sehol máshol. Nincs más hely ugyanis, ahol felfedezhetjük a gondviselésnek a felső rendszerét, a teremtőt, amely az egész rendszert hajtja, ami egy működtető elme tulajdonképpen, és amely az akarata arra irányul, hogy előnyt adjon a teremtett lényeknek. Bála Szulám, a 10 fiatalának bevezetője, 12-es pont. Tehát a Tórával és a parancsolatokkal Lolismában való foglalkozás azt jelenti, hogy az embernek hinnie kell a teremtőben, a Tórában, a jutalomban és a büntetésben. Aki a Tórával foglalkozik azért, mert a teremtő megparancsolta ezt a foglalkozást, azonban valóban megkapja a saját örömét azáltal, hogy valaki örömet okozhat a teremtőnek a Lolismában való foglalkozása által. Mit jelent ez? Az, hogy én a Tórával foglalkozom, azért, mert a teremtő megparancsolta ezt, ezt nevezzük Lismának. Tehát nekem nincs más szándékom, nem is lenne erre szándékom, de valaki, vagy valamit a teremtő megparancsolt, én elfogadom az ő parancsolatát, és ezért a Tórával és a parancsolattal foglalkozok, amely mit jelent? Korrigálom önmagamat, cselekedet teszek a saját vágyam ellenében, mindenféle fajta több ezer cselekedeten keresztül végrehajtom a saját korrekciómat. Ezt nevezzük úgy, hogy követem a teremtő utasításait, azaz csak a parancsolatok érdekében kezdek el cselekedni. Ez egy állapot, a második, mit mond? Azért foglalkozok a Tórával, mert a teremtő megparancsolta, de nézzük meg a másik oldalon, magyarok. Loris, ugye miért ezeket az indik Lorismának? Azért, mert figyelembe kell venni az önmagamnak megszerezhető örömöt, előnyt, amely valójában abból fakad, hogy én megelégedéseket nyújtottam a teremtőnek. És itt jelenik meg egy kérdés, hogy hogyan tudok én olyan cselekedetet végrehajtani, mely a teremtő parancsolatával összefüggésben van, és mégis belekeveri valamilyen módon a saját előnyemet. Hogy tud a két dolog együtt lenni? Workshop. Ez egy workshop kérdés, mondja Rava. Embereknek. Hát ez a két kérdés tud együtt létezni, mivel én nem tudom másképp végrehajtani, ugyanis a teremtő parancsolatát, csak ha van belőle előnyöm. Tehát nagyon sok cselekedő benne lehetek, de az első szinten, ha nincs benne önszeretet, akkor nem is hajt erőm. Nem tudok tovább lépni. Így van, mondja Sáj. Mivel én Lolismában vagyok, abban a fázisban, ahol az egónak szüksége van kitöltésre, akkor nem törődik el az én vágyam. A reformáló fény jelenik meg, ami dolgozik ezen. És ez egy belső keveredés is megnyilvánít. Hogyan hajtok végre cselekedetet, amit a teremtő megparancsolt nekünk, és mégis tehát mit jelent a világos definíció
Hogyha a teremtő megparancsolta, és én végrehajtom, akkor az mintha listoma lenne. Tehát hogy lehet az, hogy végrehajtok egy cselekedetet, ugyanakkor viszont keresem az ön felém nyújtott tartalmat. Tehát ha a teremtő utasít valamire, akkor még miért nevezzük ezt Lorismának? Ez még nem teljesen világos a számomra, mondja Nív. Egyfelől mondja, hogy srác van a kapni akarás, másik oldalról nyilván ez kötelez engem, mert csak akkor tudok tovább menni, hogyha van belőle valami nyeressége, egyik oldalon ott vannak a kabaristák tanácsai, meg a csoport, meg a tanár, és annak megpróbálok megszerezni belőle, az ő parancsolatokat követem. Mit kell tenni, mondja Sasha, a színész, tehát valóban megtesszük, amit halljuk, és megtesszük. Ugye ez a munkának a lényege. Amikor valaki ilyen módon dolgozik, akkor érzi az előnyét annak, amit végrehajt, tehát ugyanakkor tudnia kell, hogy valami történik. Valami történik. Hogy ő a Zohar film egyik főszereplője. Következő srác. A teremtésnek a célja, hogy előnyöket adjunk a teremtőnek. A teremtő pedig, bocsánat, meglehetősen hozzá a teremtő pedig előnyt adjon a teremtménynek. Tehát ilyen módon valóban szerzünk belőle örömet, ha akarjuk, ha nem, Gersom. Nyilván az elején nem lehet ez másképp, de még lehetne másképp. Tehát vagy például a reggeli leckét. Ha nézzük a reggeli leckét cselekedetét, amikor meg kell tennünk, ez egy szükségszerű feltétele ugyanis a spétes előadásnak, már az, hogy itt vagyunk, mondja. És nyilvánvalóan örömet fogunk ebből kibányászni magunknak, hát mi másért ülnénk itt. Ha nem annak érdekében, az első pillanattól kezdve, hogy rendesen haladjunk előre. Tehát mondva van, hogy az egész munkánk, tehát valóban az örömmel kell mindent megtartani, de én nem tudok megtenni csak azért valamit, mert én dolgozom. Tehát nyilvánvalóan nekem igazolni kell az, ami történik, akkor tudom végrehajtani. És annak érdekében, hogy ez az igazolás meglegyen, ebben az állapotban meg kell legyen a lehetőség, ami felemelkedjek az értelemfeletti hit állapotának. Tehát, hogy valóban az értelemfeletti hitben végignézem, mi hogyan működik. Tehát mindent meg lehet tenni, csak ne hagyjuk itt a munkát, mondják a bölcsek. Tehát valóban önmagam felé kell elkezdeni valamilyen módon megnyilvánulni. Tehát tedd meg magadért, és csak ott megtenni, ha érzed, hogy ezt magadért teszed. Mi egy tanácsot kaptunk, hogy ketessük ezeket az állapotokat a köztünk lévő kapcsolatban, hogy ne fantáziáljuk. Tehát ilyen módon a kapcsolat rendkívül fontos. Rav. Hogyan lehetséges, hogy én követem, amit a teremtő megkövetel, hogy megtegyem, ugyanakkor viszont mégis kivonjak belőle valami előnyt a magam számára. Hogyan lehetséges, hogy még egyszer ez a kettő, hogy létezhet együtt? Nyilván ez azért lett, mert a teremtő el van rejtve. Tehát nyilvánvalóan a körülölő fény az, amely fokozatosan korrigál bennünket ennek a cselekednek az irányába. Tehát ezek ellentmondások, de a fény tudja hordozni mindezt. Van egy cél, hogy elég az összetartás a teremtővel, és van egy szándék, amely látszólag a Lorismában, a Lorisma felé léptet el bennünket. És hogy még egyszer, hogyha mi bele vagyunk ebbe foglaltatva a csoport által, egy célban, akkor ebből mi megkapjuk az erőt, hogy végre tudjuk hajtani azt a cselekedetet, amit a teremtő utasított bennünket.
Tehát amikor mi valóban valami módon a kapnakarás egy csoport felé emel bennünket, az azt jelenti, hogy ez ugyan valamilyen módon ellenünk van, mégis a teremtő parancsolta meg ezt a cselekedetet az ego ellenében, és ez mindenképpen öröm. Így van, ez egy átmeneti állapot a kapni akarás és az adományozni akarás között. Az, hogy nekünk fel kell ismerni, hogy nem lehet ez másképp, nem tudjuk másképp megcsinálni. Tehát ki kell lépni önmagunkból, mint egy kisgyerek. Tehát nekünk valóban a végén megvan a cukorka, amit az ember megkap. Rav. Tehát mi kijelenthetjük, hogy a lisma az egy cselekedet az adakozás érdekében, de még a megszerzési szándékkal ezt nevezhetjük lolismának. Na beszéltek csak erről? Beszéltek erről. Hogyha a lolisma az adakozás cselekedetét mondja, de megszerzési szándékkal. Tehát én végrehajtom az adakozás dolgait, ezek cselekedetek, de a szándék mögötte az, hogy valami jó legyen a végén, az én számomra ez igaz, vagy nem? Ez azt jelenti, hogy nekem cselekedeteket kell végrehajtani, ahol a cél egyfelől, hogy az aktuális adakozásban legyek, mivel én adakozás cselekedeteket végre kell hajtani, hogy megérezzem, hogy nekem nincs erőm semmihez, hanem igazából a szándékot kell itt megtalálnom, de az mindig megszerző marad. Tehát ehhez meg kell találnom azt a lehetőséget, ami kiemel engem ebből, és amit jó, hogy mindig megpróbáljunk az adakozás cselekedetében lenni, és ugyanakkor megláthatjuk azt, ami nem volt addig tiszta, tehát hogy valóban ezt valami, amit a teremtőtől kell kérnünk. Tehát a teremtő az, aki meg tudja változtatni az irányultságot, a folyamatot, amin aktuálisan adakozni kezdünk, és a szándék nem volt teljesen tiszta az elején. Így van, ez egy retrospektív pont, ellentmondó. Tehát a lolismában valóban aktuális adakozásban tudok lenni, de nyilvánvalóan kell a szándék ehhez, hogy mellette örömet akarok hozni a teremtőnek, és nyilvánvalóan azért teszem meg, hogy jó legyen nekem és a tízes körömnek, tehát meg kell próbálnom ebben lenni, és a végén fel kell, hogy fedezzem, hogy valóban is, hogy azért vagyok csak képes megtenni, mert valami volt benne, ami előnyt adott. Tehát a szándékom a tízes körért volt, de nyilvánvalóan nem értenék vele teljesen egészen ebben azzal az állítás, hogy magamnak nem keresem benne örömöt. Ez egy állapot, ami nagyon ravasz. Ha mit jelent az, hogy egy alakodási cselekedben vagyok, ez azt jelenti, hogy én megteszem mindent, amit tudok. A csoportban, a tízes körben így nyerem el azt, aminek történnie kell. Tehát valahol mondhatnám, hogy ez lolisma, és nyilván így fogom felfedezni, ami történik, nincs más választásom. Tehát szerintem megoldottuk ezt a problémát, mondjam, tehát a cselekedet az adakozó, de nyilván a szándék megszerző. Ez a kezdetben ez nem lehet másképp természetesen, azért, mert a cselekedet is, a megszerzést tekintve csak akkor tudunk eredményt elérni, hogyha én valóban mind a cselekedetben, mind a szándékban képes vagyok elérni azt, hogy a többiekért cselekszem és teszem ezt, amely nyilván a kettő az ugyanaz, és később, amikor eljutottam valameddig, amikor megvizsgáltam a cselekedeteket követően azt, ami történik, nem azonnal, akkor felfedezem, hogy az én cselekedeteim valóban teljes egészében a megszerzés felé fordultak, annak, hogy tudtam volna. Tehát a megszerzés nagyon ravasz, ezt mondja Rav. Tehát ilyen módon kijelenthetjük, hogy az összes szinten tulajdonképpen
amikor a 20-as szinten vagyok, és elakarom érni a 21-es szintet, akkor nyilván adakozási cselekedetet akarok végrehajtani az adakozás érdekében, és el akarom érni a 21-es szintet, ha visszapillantok a 21-esre, a 20-asra, és azt fogom látni, hogy akkor fogom látni, hogy lovisma vagy lisma, valamilyen mértékben nyilvánvalóan lesz benne megszerzés, akár tetszik, akár nem. Tehát a szint, még egyszer magyarulva, a szintek létrájá, minden szinten. A cselekedet és a szándék az másokért dolgozik. A különbség azonban a vaskosságban van, amit meg kell oldani, amit dolgoznom kell. És nyilván csak amikor már végrehajtottam a cselekedetet, tudom eldönteni, hogy lovismában voltam-e. Folytassuk mondjára. Hármas idézet. Rabos írásai béke, mikor rájövünk, hogy a vita fontosabb, mintha nem vitatkoznak egyáltalán. Tudnunk kell, hogy a lovisma állapotában, amely egy nagyon fontos szint, az értelmünk nem tudja felfogni a tóra és a parancsolatok fontosságát lovismában. Válaszolám azt mondja erről, hogy amilyen mértékben valaki képes megérteni és elfogadni a lismában való munkát, amely a legfontosabb munka, tudnia kell, hogy a lovisma még fontosabb, mint a lisma, ez egy kihagyhatatlan szint, mivel valakinek itt kell megszereznie a munka fontosságát, és készen kell állni a tóra és a parancsolatok fontosságának megragadására a lovismában. Természetesen a tóra és a parancsolatok teljes megtartása a végén szükséges, hogy ezt valóban lismában tudjuk megtenni. Ha van kérdésetek erről, akkor kérdezzetek. Ez nehéz idézet egyébként. Mi az a mód, a helyes attitűd, amivel nekünk a lisma felé kell fordulnunk? Tehát ez egy cél, ami számunkra, ez egy eszköz a számunkra, ez egy rejtett cél. Hogy viszonyunk erre? Hát az, hogy a teremtőnek megérdését okoz, ezt nehéz konkrét cselekedet nélkül elérni, hogy megtenni. Tehát nekünk helyet kell teremteni, hogy ő föl tudjon tárulni, ahol valóban örömet tudunk neki okozni, és így együtt minden világban majd öröm jelenik meg. Tehát mi nem tudunk örömet okozni cselekedet nélkül. Tehát feltetted a kérdést, hogy miután befejeztük az összes munkát, semmi más nem csináltunk, és befejeztük a munkát, akkor nem tudjuk, hogy milyen állapotban vagyunk, valóban érezzük az örömet, de mi történik, amikor már semmi tennivaló nincs a teremtőért, akkor milyen fajta létezés ez a végső korrekcióban? Amikor mi teljes egészében összetapadásban vagyunk, tehát mondjuk egy állapotban vagyunk, amikor már nincs mit adni a teremtőnek, tétezzük föl, akkor ez valami rossz történt, valami hiba van, mert a szeretet és az adakozás és az öröm okozása annak mindig megújulást kell hozni, a megújulást, tehát ezt a mi világunkban így kell látnunk, tehát az ember nem újul meg, a hozzáállása van a barátokhoz, a családjához, mindig ez, akkor valami nem működik. Tehát az, amire az adakozás épül, az nem létezhet állandó megújulás nélkül. Tehát az, hogy örömet okozunk a teremtőnek, az adakozás által, az embernek el kell érni az adakozás minőségét, és úgy kell alkalmazni, hogy valóban még egyszer, a következő pillanatban is az ember, ha kell, akkor ezt visszautasítja. Tehát nyilván egyfajta hozzáállás kell kialakítani. Oké, ha helyesen értem, akkor itt azt mondja az idézet, hogy amikor akar érni valaki a lismát, akkor nem szabad akarni ezt. Rav. Hát nem teljesen, természetesen nekünk kell a lismára egy vágy, azonban itt mindenféle önszámítás jelenik meg, itt emelkedik fel a kérdés, hogyha én nem tudok előre haladni, anélkül, hogy ne ábrázolnám magamnak azt a fajta világos előnyt, örömet,
Ami a sütás cél felé haladás közben elér, akkor nem tudok a sütás felé haladni. Lismában sem. De a válasz az, hogy de igen, tudok. Azért, mert hajtóerőt kaphatok, ez pedig a reformál fényből való erő. Ez egy hajtóerő a számomra, a binának a minőségéből, abból a minőségből, ami valóban megelégedettséget ad nekem az adakozásba. Tehát megelégedés nélkül nem tudunk előadni. A kérdés tehát az, hogy honnan kaphatok több ezer tonna kitöltést, annak érdekében, hogy örültek azok a teremtőnek, meg kell kapnom különben, nem tudok a természetemből kilépni, vagy pedig egy grammot kaphatok, egy gramm megelégedettséget, de egyébként pedig nincs többre szükségem annak érdekében, hogy megelégedés okoznak. Tehát ez a fontos dolog, hogy valami hajtóerőké válhat, vagy a saját előnyemre. Ez a nagy különbség Brazíliából, Rafael Olivier kérdezi. A lisma az akkor él az ember ez, amikor mindenféle örömet visszat is az ember ebben a világban, és nagy örömet akar okozni a teremtőnek. Brav. Igen, ez így van a saját mértékemnek kiterjedően. Tehát nincs szükségünk arra, hogy elkezdjünk figyelembe venni az edényemben mindent, hiszen minden lélek bele van törve az én lelkembe, és az összes léleken keresztül nekem el kell jutnom egy különleges számításhoz a kapcsolat után. Tehát itt sokkal inkább arról van szó, hogy nem is tudom előre, hogy mi hogyan történik, de ez egy csoda, ami történik, hogy minél többet fektetek be, annál jobban el fogom érni az adakozásnak az erejét. Ami nem jelent mást, mint hogy valóban, még nem is tudom, hogy hogyan vágyom erre igazán, meg hogy kell vágynom erre, de tehát ez összefügg azzal, amit az értefeti hit jelent, ugye sokat tanultuk erről a borítékban, a visszakapott hitelben megvan-e az az $1000, amit adtam, vagy nincs. Tehát értenem kell, mit jelent az értefeti hit és a lisma összekapcsolása. Nagyon sokszor adtuk, hogy a losma az fontosabb, mint a lisma, de nekünk a lismát kell elérnünk. De hogyan lehetséges ez? A lusmának az elérése az sokkal nehezebb ám a kezdő számára. Amikor azonban már a lusmában vagy, akkor elkezded megérteni, hogy van egy átjáró, amit megtapasztalsz a csoporttal, a tanulókkal, a többi tanulótársal, egyre jobban, hogy egy segítség neked, és akkor az út egyre világosabbá válik. Tehát az emberek, akik itt vannak, azok már tudják, hogy mit kell tenniük, és hol kell befektetniük. És ezért nyilván az ő lolismájuk az relatív módon be van igazítva, hogy merre kell adniuk, de erőfeszítést kell tenniük nyilvánvalóan, hogy tehát annak érdekében, hogy lismában maradjanak, az embernek az összes érzelmét, az összes szabad idejét a lulismára kell fordítania. Tehát, hogy valóban fokozatosan, lassan közelebb kerüljünk ehhez a ponthoz, amikor amikor eljövünk bármilyen találkozóra, szombaton, vagy bármikor, akár egy kabarista étkezésre, hogy a szándékunk megfelelően legyen kialakítva, hogy valóban az esti leckékre, amelyek most fognak kezdődni, mondja, ezek mind annak érdekében jelennek meg, hogy az emberek megadják a helyes erőfeszítést, amely a lismerésére irányul. Na, de a lismáról beszélgetve, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az embernek még nincs meg az a megértése pontosan, ami a helyes irányba nyomhatná. A lolisma az egy ravasz dolog. Miért? Mert nekem tudnom kell, hogy a saját szintemnek megfelelően, természetesen,
hogy milyen irányba kell haladnom, hogy el kell érnem a barátok szeretetét, a teremtőre irányú szeretetet, hogy fel kell ismernem, ebben kell lennem, tehát hogyha én nem akarok ehhez úgy viszonyulni, hogy a személyes sikeren keresztül, akkor meg se tudok majd nyikkanni. És itt felmerkedik a kérdés, hogy hogy van szükségem arra, hogy ezt a személyes sikert ábrázoljam magamnak, vagy csak egyszerűen hagyjam ezt a tudattalan állapotot, és fektessek be a barátokba, amit csak lehet, hogy agymossanak engem, én meg őket, bekapcsoljam ebbe a rendszerbe, önmagamon belül. Tehát itt nagyon sokfajta számítás lehetséges, de ez mind a lusma. Tehát amikor magamért teszem a teremtőért. Nyilvánvalóan ezt megelőzően az ember elkezd tanulni, nem akar belépni a tízes körbe se ám, először tanul, mert van egyfajta belső szándéka, nyilván egy csomó dolgot. צריך אדם קצת יותר להיות מסודר בבירור איפה הוא נמצא. כן. אנחנו כבר לא בשמה? אנחנו פה. אנחנו? אני לא יודע מה זה אנחנו. בכיתה. התלמידים כבר נמצאים בלא בשמה או שגם עדיין לא הגענו לזה? רובם ולא לשמה. בצורה מעורבת. רוצים להגיע להשפעה לבורא, ובאמת כביכול מצד, עד כמה שכל אחד נמצא, רוצים להשקיע לטובת החברה ולטובת הבורא, לא יכול להיות אחד בלילה שני, זה ברור, כן? ויחד עם זה כל פעם קופצים מזה, כן? אתה קופץ לרכבת וקופץ בחזרה, ועוד ועוד, לא, ולא יכול להחליט, אתה נוסע או לא. וזה, כך כמה שנים טובות. כן. מרסלו פינטו מברזיל שואל, מה העבודה של מלא לשמה ללשמה? תתה, ברזיל כרזי, הוא מי הלא לשמה ולא לשמה, אבל הוא מונקות זה שקר בהם. A munka, a lismában való munka a tízes körben, amikor én elérem ezt, akkor először a minimális kapcsolati szinten kell ezt elérni, amely azt jelenti, hogy olyan fogom egyfajta uniformizált kapcsolati szintre emelni. Ezt nincs senki vagy távolabb tőlem jó. Tehát nekem le kell nullázódnom mindenki előtt, mindenki felé kell adakoznom. Eljutom az a ponthoz, mivel ez a reformafény segítségével történik meg. Tehát mindenki olyanná válik. Én már nem látok arcokat, mondja Rav. Én mindenkinek a bensőségét látom. Tehát mind egy családban például, amikor emberekkel élsz együtt, és nem arcokat látsz. Tehát amikor neked a karakterisztikájában kell élni az embereknek, a belső minőségében, ugyanaz a dolog történik itt. A lisma azt jelenti, hogy én összekapcsolódom velük egyetlen hatalmas vágyban, semmi nem választ el engem tőlük, és a legfontosabb dolog a számomra, hogy valóban mindent összekapcsoljak, egy helyes fajta integrációban legyek velük minőségileg és mennyiségileg, ahol mindenki kiegészíti a másikat, és ezen keresztül felfedezi a teremtőt. Ez alapvetően a teremtő, a helyes kapcsolat köztünk, ez a teremtő. Ezt nevezzük lismának. A lolisma az, amikor még mindig nem vagyok képes de úgy befektetni magam, belehelyezni magam a csoportba, hogy elegendőt tegyek, de képtelenek ezt megtenni, hogy ne érezni még magamat. Tehát annyira nem tudom magam feladni még. Ezért nem is tudok integrálni velük teljesen egészében. Hajfából egy kérdés. Hajfát kapcsolja.
Tehát van egy kérdésünk a tízes körtől, aki feladatban van. Mi az a forma, amit hozzá kell adni a szándékomhoz, azért, amit a csoportban hajtok végre a tízes körben, a szándéknak a megformálása, mondja Rav, az annak érdekében történik, hogy adakozunk a barátok irányába, és meg kell értenünk, hogy én nem tudok adakozni, mert semmi adakozni valom nincs, tehát mindenek előtt nekem le kell nullázódni az irányukba. Az azt jelenti, hogy megszólítást kell alkalmazni önmagamon, de majd pedig adakozok az ő irányukba, amit csak képes vagyok. A kapcsolattal, szeretettel, egyenlőséggel, hogy valóban eljussak a középső pontjába a kapcsolatnak, ahol valóban lenullázódást csinálok, mert ha nem tudom lenullázni magam, és nem tudok adakozni az ő irányukba, akkor ez nem teszi lehetővé ezt a fajta egyenlőséget, és kárt okozok. És ilyen módon kell lenullázódni, és így valóban formalizálódok a csoporttal való adakozás szempontjából. És nyilván van, akkor van egy pont, afelé fog haladni, ahol mindannyian lenullázódunk ezen a módon, az adakozás felé fordulunk, és meg kell tudnunk határozni, hogy milyen módon fogunk tudni, milyen mértékben fogunk tudni adakozni, milyen teremtő felé, és így kell kérnünk a teremtőt, hogy mutassa meg nekünk, hogy hogyan tudunk adakozni egyáltalán. Hajfa. Tehát a lolisma az egy személyes lépés az úton, vagy mindenképpen egy csoportcselekedet. A lolisma az egy egyéni állapot az emberen belül, de ugyanakkor a csoportnak is van ilyen állapota, mert a csoport individuális lényegből áll. Tehát hogyha vannak emberek a csoportban, és jó néhányunk lolismában vannak, néhányan meg lolismában, akkor az egész csoport ennek megfelelően ugye, tehát azt kell jelentsem, hogy bocsánat, hogyha van egyén, aki már lismában, a csoport még nincsen azért teljesen egyszerűen lismában. Na, tovább olvasunk. 16-os levele Rabasnak. Ez a négyes idézet. Ismert, hogy lehetetlen egy kicsi objektumot, és egyszerű meglátni egy nagy objektumot, egy nagy tárgyat. Tehát ezért, amikor az ember kis hazugságokat kötelezi el magát, akkor képtelen látni az igazságot azért, mert a hazugság útján halad, a hamisság útján halad, és sokkal inkább kijelenthetjük, hogy az igazság útján szeretne haladni. Azonban nincs nagyobb hazugság, mint ez. Tehát az oka annak, hogy az ember nem képes meglátni az igazi állapotot, az a hazugságnak köszönhető, amiket elkövet. És amikor az ember nagyon sok hazugságot ejtett ki a száján, ezek olyan mértéket érhetnek el, hogy egyáltalán nem látja azt, amit látni szeretne, és ezért, amikor az ember megláthatja a hamisságot, azaz, hogy hamis úton halad, akkor kezdheti el meglátni az igazság útját. Más szóval, akkor látja meg az igazságát a lelkén keresztül, és fordulhat a helyes út felé, ha látja, hogy egyébként csak a hazugságban élt. Ez azt jelenti, hogy van egy pont, amin keresztül az igazságba fordíthatja az életét, ez pedig a hazugság útjának a feltárulásával kezdődik, és van egy átmenet az igazság és a hazugság, vagy a hamisság között, és ez a híd, amely összekapcsolja az igazságot és a hazugságot, ez valóban azt is jelenti, hogy be kell fejezni a hazugságban való életet, és akkor kezdődik az igazság útján való haladás. És ilyen módon ugyanezt történik, ha az ember elnyeri ezt, akkor lismát nyer el az ő nevében, és ez az első pillanat, amikor valóban a legnagyobb lolismai állapotra van szüksége, amikor ugye még nem a teremtőért cselekezik, de tudnia kell tudatosan, hogy lolismában van, és akkor érti a lismát. Azonban, magyarom, ne gondoljátok azt, hogy mi az igazságot el tudjuk érni úgy, hogy vágyunk a hazugságokra. Nekünk az igazságra kell vágynunk, mondja, sőt, még mielőtt minden alkalommal
megkezdődik a feltárulása a hazugságnak. Nekünk állandóan önmagunkat úgy kell ábrázolni, hogy felismerjük, hogy ez egy játék, ez egy feladat, és minden alkalommal meg kell tudnunk vizsgálni, hogy hol vagyunk, és éreznünk kell, valószínűleg érezzük is, hogy mi az igazság és mi a hazugság. És hogy én még mindig lalismában vagyok, és nem értem meg a lismát. Aztán újra és újra nekifutok ennek, még több cselekedetnek, de nem vagyok sikeres. Tehát végső soron filléről fillérre összeadódik egy nagy összeg, és akkor mindent elnyer az itrakra, amit csinálok. Majd pedig a végén vissza fogjuk kapni mindent tőled, de a lisma így épül fel, hogy az összes erőfeszítésen keresztül, amelyet egyébként nem tartok helyesnek, ami azt jelenti, hogy nem is annyira azt jelzi ezt, hogy nem korrekt, hanem el kell érnem egy állapotot, ahol valóban érzem, hogy a pohár, az erőfeszítések pohara hogy van tele, és akkor hirtelen minden majd vissza fog térni hozzám, és megadja nekem az adott szint spiritualitását annak érdekében, hogy elérjem az első spiritual szintet, nekem lehet, hogy 10-15 évet, 20 évet is dolgoznom kell, mit tudok tenni, tehát ez a legfontosabb munka, és a legnehezebb is, ezért. Nyilvánvalóan az ásványi szintnek a megteremtése is így történt a világegyetem szintén, és utána pedig, amikor a Föld kialakult, akkor az egész univerzumnak az ásványi szintjei elkezdték megformálni a növényi szintet, és itt valami nagyon különleges dolog történt, akkor ezt nevezzük úgy, hogy mi benne voltunk az ásványi szintben, amit a teremtő teremtett meg a kapnakarásból, és elkezdődött megformálódni a teremtőnek a minőség az ásványi szinten belül. És amikor az ásványi szint egy része hasonlóvá kezdett válni a teremtőhöz, a kiáradás, ami az ásványi létben megjelent, ez a teremtőnek volt a cselekedete a teremtett lényben. Tehát az első spirituális szint, amit elérünk, az ezért annyira nehéz, mert minden más sokkal egyszerűbb lesz. Ugyanezt történt az élet megjelenésével. Amikor az élet megjelent az ásványi állapotban, akkor a teremtő jelent meg. Tehát minden sokkal világosabbá válik, és mindent sokkal jobban meg fogunk érteni. De az első szint, mondja Rav, még egyszer, a teremtő erejének a feltárulása, amely el volt rejtve a teremtmény elől, ez egy nagyon fontos első cselekedet megnézése, tehát fel kell ismerni, hogy milyen a fontossága, és ezért ennyire nehéz ez, hogy az ember valóban elérje ezt, ez egy nagyon-nagyon sok erőfeszítés követel annak érdekében, hogy mindenen keresztül menjünk az összes fázison, és elérjük a teremtő feltárulását önmagunkon belül, a minden egyes szinten, gyakorlatilag a teremtő feltárulása van szó. Hát miért spirituális szint, mondja Rav? Amikor az ember eléri, felfedezi önmagában a teremtőnek a formáját, egy bizonyos mértékű és egy bizonyos részlegesen letisztázott formában. Ezért nekünk fel kell ismernünk, hogy amennyit csak lehet be kell fektetnünk ebben az állapotban a munkánkból, mert nincs más lehetőségünk, mint hogy kövessük egyébként az érzelmünket és az értemeiket. Tehát vannak fontosabb és kevés fontos elérések, de amit mondanak nekünk, hogy mindent tegyetek meg, ami a erőtöktől csak lehetséges, akkor tegyetek meg. Marcelo Pinto Brazíliába kérdezi, brazíliák szerint feladatban van, hogy a tízes körben való cselekedetben már ott elérhető a lisma, igen. Nekünk példát kell mutatni egymásnak, hogy valóban képesek legyünk ezt megtenni, és minden alkalommal nekünk így kell megkritizálni azt, ami történik. És hogyha 23,5 órában naponta helyes szándékban vagyunk, akkor érezzük a teremtős a fény egy, bele vagyunk foglaltatva a tízes körbe, érezzük a reformáló fényt, akkor fél órát naponta lehet ellenőrizni, hogy mi történik a bal vonalon, valóban mit értem el, mit kaptam ebből a 23,5 órából, stb.
עושים הצגה של נמצאים בלשמה? הוגן כל צלקדני א לשמאמון. שם תשנה יתתם. אדם חייב לתת דוגמה לחבר... Az embernek példát kell mutatni a barátjának, hogy mennyire adakozó, milyen mértékben meg a szeretet, mennyire hall, a többiek felé mennyire gondolja azt, hogy ő a spiritualitásban van. Tehát nyilván mindenki segíti a barátját, de hogyan tud a barátjának segíteni? Tehát nekem ezt úgy kell látni, ez az én belső elkötelezettségem, mivel egy bizonyos mértékben nekem kell felébresztenem őt, és később pedig ő ébreszt fel engem, és ezen a módon mindenki segíti az ő barátját. Ezen a módon pedig egy felemelkedett érzést kell kapnunk, tehát mi nem tudunk a teremtőhöz fordulni különben, mert a teremtő nem engem érez, hanem minket. Ahogy, tehát hogyan lehetséges ez, hogy mindenki a másikért kezd el cselekedni egy kölcsönös kapcsolatban, és eljutunk egy olyan állapotba, ahol a tízes körben megjelenik a teljes felébresztés, az azt jelenti, hogy amilyen mértékben mi egy irányba haladunk, tehát mind a kisgyerekek, akik valamilyen módon megragadják a fénynek a ragyogását. Természetesen nekünk ez alapján kell cselekedni, hiszen itt egy cselekvő játékról van szó, mi erről sokszor beszéltünk, hogy a cselekedet az azt jelenti, hogy valami vele vagy foglaltatva, és így érhetsz el bármit. Tehát hogyan lehet ebben az életben ezt megtenni, hogy én akarom, hogy hasonlóvá váljak valami nagyszerűhöz. Ugye ez az alapvetés. Tehát elolvasom a könyveket, megnézem a videókat, amik kellenek ehhez, és mindenféle dolgot megcsinálok, és cselekszem aktívan, és tehát képzeljétek el egy gyereket, aki nagyon sokat akar foglalkozni különböző ideológiákkal, elméletekkel. Tehát amikor az ember vala, akkor az, aki szeretné ezt elérni, és az életében már gyerekkorában is minden alkalommal elméleteket vizsgálgat. Tehát nézzétek, hogy az ember hogy tudja meghatározni minden pillanatát, ez az akarat hasát, hogy ez akar lenni. És valójában látni fogjátok, hogy az én elkötelezettségem mindig ebben az irányban halad. Tehát valóban a házában mindenféle könyvek jelennek meg, ahogy halad előre, a korral és a szándékkal. Ugye... Tehát amikor én például elkezdtem ezt a tanulást, még nem volt semmim. Aztán pedig már egy teljes könyves polcom volt. Hát az ember így fedezi fel magában a vágyat, hogy látom, hogy amerre irányulok, annak megpróbálom megszerezni az összes elérhető anyagát. Tehát ezen a módon felébresztjük a barátokat, és így mi tudunk példát egymásnak. Tehát nekem van-e hiányom a spiritualitásra, hogy lehetne anélkül, hogyha nem kapom meg ezt a környezettől. Tehát nyilván én az első hajtaerőt tőlük kapom, nem bocsánat, azt a teremtőtől kapom, és ő eljutott engem a csoporthoz. Igen, mondtam nekitek. Tehát eljutott a csoporthoz, valaki rászólt, Rab. És később pedig a legfontosabb állapot, amikor én elkezdem érezni, hogy egy felébresztést kaptam tőlük. És hadd mondja meg nektek, magyarabb, hogy én eljutottam a csoporthoz, és látom a tízes kört, és érzem, hogy mindegyikük már valamilyen helyen van, ahonnan beszélhet az állapotáról, és az én számomra az a pillanat, amikor ők beszélnek, én nem tudok úgy gondolkodni, hogy ők, és ez nekem irítséget okoz. És akkor ők... Én még egy nagy ködben élek, soha nem érzem azt, amit ők, de úgy tekintek rájuk, hogy ők valóban okosak, érzékenyebbek, mint én. És úgy kell látnom, hogy én valóban egy ilyen lemaradva kullogok egyik napról a másikra, és akkor fel kell, hogy ismerjem, hogy anélkül, hogy én valóban hozzájuk tapadnék,
hogy egyszerűen beugolnék oda a tízes kör közepébe, akkor el vagyok veszve, nincs lehetőségem, hogy magam által a saját érzelmemmel és értelmemmel elérjek bármit, hogy akár egy milliméteret se adjak előre. Tehát még abban az állapotban is vagyok, ami lorisma, nem tudom megtenni. Mivel nekem nincs érzelmem, meg értelmem az irányba, neki meg úgy látom, hogy megvan mindenük, akkor mit tudok tenni? Akkor kell meglátnom, hogy azáltal, hogy lenullázom magam az ő irányukba, és ezzel megszerzem tőlük a benyomásokat, inspirációkat, izgatottságot, és majd a megértést. Tehát én mindent tőlük kapok rajtuk keresztül, én teljes egészében üres vagyok, akkor az ember, aki eléri ezt a fajta állapotot, és úgy, hogy el akarja élni, akkor ő sikeres lesz. Sikeres lesz. Na, folytassuk, akkor inkább kérdezz. Jeruzsálem, ugye? Tehát beszéltük arra, hogy a szeretett játékot kell játszani. Van nekünk elég színész tanítónk erre, de a játék, a lenullázódás játéka és a barátok elfogadása, ez jól hangzik, de a szándékok játéka, ugye ez el van, ez rejtett. Milyen szándékra gondolsz? Hát például is ma. Én nem tudom, miről beszélsz. Tehát én azt mondom, én arról beszélek, ami a csoportban történik. A lisma, én nem tudom, mi a lisma. Fogalmam sincs róla. Tehát mondunk szavakat, amiket nem értjük. Ezek értelmetlenek így a szavak. Meg, tehát azt, hogy én megkóstoltam egy gyümölcsöt, és amit tudom, én azt mondom, mondasz egy nevet. De ha életemben nem ettem, akkor fogom sincs, hogy miről beszélsz. Nincs róla benyomásom. Én voltam Brazíliában például, reggelire. Nem kókusz, mert valaki bekébált, ennek fiúk mondjára. Nem kókusz volt. Mindenféle fajta gyümölcsöt belevagdaltak. Itt vannak a brazilok. Amit el tudok képzelni a lilától kezdve, amilyen szint el tudok képzelni, mindenből volt benne egy gyümölcs. Ez 2 kiló cucc volt körülbelül magyarabb. De hát a cukor miatt én nem ettem meg egyáltalán, mert cukorbeteg magyarabb. Tehát amit mondani akartam, de az én számomra az ízes is ismeretlen volt, mert valamit meg belaraptam, és egy olyan dologot kóstoltam meg, ami az én számomra ehetetlen volt magyarabb. De kíváncsi voltam. Tehát a lisma ugyanez. Hát miről beszélünk a lismába? A lismába kapcsolatosan nem tudom, miről van szó. Tehát a kabala bölcsessége az nagyon gyakorlati dolog, és anélkül, hogy a csoporton belül ne alkalmaznál, nem is létezik. A spiritás világ az a közösségen belül van, és hogy folyamatosan a teremtőre fókuszáltok, a minden a tízes körön belül van. A tízes körön kívül az csak egy üres filozófia. A rendszeren kívül nem vagytok kapcsolatban, de ha kapcsolatban vagytok egymással, akkor bármilyen gondolat meg tudok vizsgálni. Az, ami belül egy megvizsgálható gondolat, kívül csak egy üres filozófia. Ez ennyire egyszerű. Uri, ez a fényképész gyerek lesz szerintem. Az. Tehát mindent, amiről tanulunk, az valójában, hogy a hogyan dolgozik a fény rajta a lorismában. Hát a tízes körrel kapcsolatot függ. Hát minden a tízesen keresztül használnak. Abban a mértékben, amelyet te bele vagy foglaltatva a tízes körben, valamifajta belefoglaltatásának arányosan, kapsz egy felébresztést, és ez rajtad úgy fog működni, hogy nincsen ilyenfajta fény. Tehát a lényeg az, hogy a fény testnyugalomban van, te vagy az, aki a sóvárgásaid által vele vagy foglalkozva a tízes körbe, különböző formákban, és te vagy az, aki magadra ébreszted a fényt valamilyen módon. A fényt a tízes körön belül nyilvánvalóan meg kell ragadnod, és ez egyfajta kiterjedés jelent, és így fogsz összeolvadni velük, és a fény dolgozni fog rajtad különböző módon, amíg el nem jutsz abba az állapotba, ahol valóban
A barátokkal összeoldásban vagy a kölcsönös munkában, és semmilyen mértékben a barátokkal az összekapcsolatban, abban mértékben fogod érezni a fényt, hogy ez működik rajtad, de magadra vonzod ezt a fényt, igazából magadra vonzod, és egy felébresztést kapsz ezen belül, a 10-es körön belül, és akkor elérsz egy állapothoz, ahonnan el tudsz kezdeni dolgozni a feltáruláson. A feltárulás azonban nem lesz igazi feltárulás, mert ott kezdődik majd az igazi elrejtés, a spiritás szinten. Tehát majd fizikai szinten látod a spiritás elrejtve, és a spiritás szintű elrejtés meg nem érzed. Oké. Okay. Tehát itt a végén, hogyha jól értem, amit ön mondott, én ne jutok a lorismába, és a 10-es kör által kapok egy befolyást, így van, egy a 10-es körre. Igen? Tehát alapvetően mondja a srác, tehát végezettől magamra van fény, amely rajtam fog dolgozni, így van, tehát te felébreszed magad ezt, tehát felébreszted belül, tehát semmi nem tűnik el, még az Einsof világában sem, tehát itt nyilván itt van egyfajta belső felébresztés, oké, okay. Tehát alapvetően minden a kapcsolatom múlik. Ez a kapcsolat hogyan működik, hogyan fog az egész dolog egyensúlyba kerülni. Tehát hogyan tudok a lisma szándékába fordulni? Tehát nekünk el kell jutnunk a reggeli leckére, felkészülésben kell lennünk. Tehát én nem gondolok itt semmi másra, meg kell értenem, hogy Rav. Azon is gondolnunk kell, hogy mi a szándék, miért van az a szándékunk. Majd beszélünk erről. Az a Dávidnak. Oké. Tehát nyilván nekem nincs vágyam a spiritotásra, ezt is a környezettől kapom meg. És az a mód, ahogy én ezt elérem, az a lenullázatás és az integráció a barátokkal, tehát minden alkalommal ezt tanuljuk, hogy nekünk meg kell szerezni a vágyat egymástól, és van itt egy másik technika, amiről már sokat beszéltünk, ez nagyon ajánlott, hogy az ember mindig legyen alázatos a barátokkal szemben. Annak érdekében, hogy jóvadni velük rajtad kell lenni egy megszorítás, egy cincum mondjára. Hát hogyan tudnék velük dolgozni anélkül, hogy ne alázattal fordulnék feléjük, és őket ne látnám nagynak? Hát hogyan tudnék beléjük olvadni különben? Na de milyen cselekedeten kell végrehajtanom, hogy integrálódjak velük, mondja Dávid. Rav. Hogy mondjam ezt? Hogy mondják ezt? Héberül keresünk a szavakat. Tehát nekem föl kell emelnem a szemembe őket, magasra kell emelnem őket, úgy kell őket elfogadnom. Látnom kell, hogy ők nagyok, bölcsek, előreadottak, erősek, kapcsolat van bennük és köztük. Bennem nincs kapcsolat egyedül. Irigységet kell éreznem. Ugyanazt akarom birtokon, amit ők. Tehát irigységet kell éreznem az ő viszonyukkal szemben. Tehát ugyan egy takaró vagyunk lefedve, egy takarat vagyunk. De nyilvánvalóan én ezt nem érzem még. Én azt érzem, hogy le vannak válva rólam, mert más tulajdonságok van, mint nekem. Mennek tovább. Hármas kötet Rabastól. Hogy valaki nem tud dolgozni, csak kivéve csak a lorismában. Tehát, hogyha valaki sok időt tölt hatalmas erőfeszítésekkel, hogy megszerezze a lorisma szándékát, végezetül önmagát úgy veheti figyelembe, hogy erőfeszítéseket tett, talán az egész életét ennek szentelte, és bár a szándéka soha nem volt lismában, olyan, mintha mindent, amit tett volna, veszteség lenne, mivel minden, amit a lismában tett, az valójában csak egy hazugság volt, a hazugság pedig csak ebben a világban létezett, az igazság világban semmi hely nincs a hazugságnak. Ebből következik, hogy minden elfeszítés az embert az egész életében tett a Tórában és a munkában,
Ki szerezte mindezt meg? Mivel nincs hely az igazság világában a hazugság munkájának, ezért egy szabály van, hogy valaki nem tud az ember dolgozni csak azért, hogy egyen, és minden más vesztességbe vigyel, ezért az erőfeszítés, amit ebben a világban tesz az embert, az olyan, mintha egyszerre csak elveszne. Mivel van egy pillanat, amikor átlép az igazság világába az ember, akkor az összes eddig végzett munkáját ebben a világban hagyja. Ezek a számítások az embert elviszik a bűnbocsánat kéréséhez, hiszen annak érdekében, hogy korrigálja a munkáját lismában, mivel nem akarja, hogy az összes munka, amit itt hagyott, az a semmiért történt meg. Ezért van egy tanács, amit az ember megtart, hogy amikor látja, hogy képtelen lismában dolgozni, akkor növelni kell a cselekedeteket lolismában, és amikor látja, hogy nincs más cselekedete, mint bűnbocsánatot tartani, és lismában elkezdeni cselekedni, különben minden munkája a semmié lesz. És van egy szabály, hogy valaki nem tesz erőfeszítést csak azért, hogy egyen, és minden más elveszik, ezért nagyon sok cselekedet van lismában, amit az ember nem akar veszni hagyni a munkáját tekintetében, ezért az embernek szüksége van arra, hogy korrigálja a munkáját, és valóban át tudja emelni a szentségbe. Azonban, ha az ember, aki a lismában dolgozik, és nem csinált elegendő cselekedetet, nevezetesen nem töltött túl sok időt a Tórában és a parancsolatok munkájában, lolisma állapotában, akkor nincs nagy igénye arra, hogy bűnbocsánatot nyerjen, és nem gondolja végig, hogy mennyi cselekedetet veszik el. Ezért még lolismában sem próbálja meg valaki a jó cselekedetet felemelni, hiszen ez, ha megteszi, akkor az elvezetheti őt a lismához és a bűnbocsánathoz. Tehát mondja Rav még egyszer. Nekünk nem szabad nyugodtan ülnünk, amíg el nem érjük azt az állapotot, ahol valóban tehát nekünk el kell érni a lismában a cselekedet a csoportban, hogy a kapcsolatunk magában foglalja az összes különbséget egészen addig, amíg egyetlen ember leszünk egyetlen szívvel, akkor annak megfelelően, amit ebben láthatunk, és elkezdem mondanak, akkor látni fogjuk egy törönk csomó törés, és föltárul a kapcsolatunkban. Akkor ugyanúgy, mint Rabbi Simon tanítványi esetében megjelenik a gyűlölet, de mindeközben ez az, amire szükségünk van. Mindaz, ami feltárul, azt nekünk korrigál, azt tudjuk korrigálni, mégpedig a teljes korrekció által, amit a bűnös korrekciónak nevezünk, ami feltárul, azon keresztül elérjük a lismát. Két kérdés Afrikából, a lolismáról. Mi az a szint, amely a lolismát előzi meg? Én nem vagyok annyira okos, mint ti, mondja, váltak egy kicsit. Nem kell két kérdés egyszerre válaszolni, válaszunk egyre, mondja. Tehát, mi az a szint, ami a lolismát megelőzi? Tehát, amikor az ember egy felébresztést kap, és eljut a Kabbala bölcsességének a tanulása, az eljut a csoporthoz, Gánából vagy más helyről, ugye? Akkor velünk van, hallgatja a leckéinket. Abban a mértékben, amennyire ő hozzánk van kapcsolódva, ugyanaz a célhoz, ugyanaz az irányhoz, tanuláshoz, megkísérelve, vagy bele akarja foglalni magát egyetlen csoportba, a távolságit, az ő érdekeit szolgálja, mivel a távolság megadja neki az érzést, hogy bármilyen messze is van az ember fizikailag, de közben valóban az elején még ha a saját érdekeiben is cselekszik, amilyen mértékben valóban ő bele van foglaltatva az együttes munkába velünk, a sóvárgásban, hogy valóban velünk vannak a leckéken, a megbeszéléseken és hivatalunkon, a közös étkezéseken,
akkor előbb-utóbb belép a Lolismába, és el akarják képzelni magát a Lolismába, akkor be is fog-e belépni. Ezt megelőzően, mielőtt a csoportban lenne befoglaltatva az ember, ő egy ilyen a Lolismát megelőző állapotban van, ezt nincsen neve, meg hogy értsük, hogy a Lolisma az egy irányultság, amikor az ember már képes megvizsgálni a spiritásból való előadás feltételeit, és különböző cselekedeteket tud végrehajtani, csak még nem kapott elegendő reformáló fényt ehhez, ezért a törött szándékai nyilvánuló meg csak, de az összes cselekedetén túlmenően megtesz mindent, amit tud a helyes irányba, ezt nevezük Lolismának. És hogyha én nem vagyok még a csoportba befogadtatva, és nincs még meg a megfelelő feltételrendszerem, akkor nem fogom elérni a Lolismát. Tehát ha én nem vagyok belefogadatva a csoportba, akkor még csak a Lolismá megelőző állapotban vagyok, magyarabb még egyszer, és akkor a teremtő kezében vagyok, ő még nem vezetett el teljes egészében az a pont, hogy át tudja adni a saját sorsomat az én te kezembe. Tehát ilyen módon belefogadhat engem a csoportba, a kölcsönös segítségbe, a kölcsönös garanciába, és akkor az ember megkezdi az útját a Lolismában. És akkor mi a második kérdés? Tuszó kérdezi, mi a legnagyobb dolog a Lolismában? A Lolisma legnagyobb állapota az feltár az ember számára az, hogy ő képtelen a saját állapotában lenni a Lolismát. Ugye ez a Lolismán belül belépés állapot, amikor rájön az ember, nincs ereje semmihez. Tehát ez egy nagy különfény szükséges, ami rajtam dolgozik, és meg kell, hogy értsem, hogy ez az állapot, ami teljes egészében ellentétes a szentséggel, vagyis felismerem a mélységben önmagamat, és ilyen módon látom, hogy hatalmas körülfények vannak, amelyek majd beléptetnek engem a Lolismába és a körök sugárzásába. Na, akkor délre kapcsolnak Hajfába, ugye a Vöröstengeri városba. Tehát vannak cselekedetek, amikor egyszerűen szinte elfelelkezem a szándékról. Mit kell tennem, hogy ne felelkezzek a szándékról, és mégis okosan tudjak cselekedni, Rav? Hát ez rendben van, megcsinálod, és jól teszed meg, akkor mindegy. A lényeg, hogy próbálkozz. Hogyha a szíved és a lelked a cselekedet során együtt van, a szándék az mindig a szív, tehát nyilvánvalóan jobb lenne, ha együtt tudnád ezeket vezérelni, de ha nem vagy tudatos a szívben, ez nem olyan nagy baj, ha mellette jó cselekedet hajtasz végre. Mert azért a cselekedet fölemeri a reformáló fényt, tehát én bevagyok a konyhába például, főzök valamit, mondjuk puricsot csinálok kukoricakását reggelire. Mindig ezzel például azokra, pedig ez rettenetes kaja szerintem. Tehát oké, tehát kavarom ezt, csinálom, összerakom a részeket, főzöcskézem, nem kóstolgatom, hogy milyen finom lesz ez a barátaimnak, megpróbálom homogénné kevergetni. Nem egyszer látjuk, hogy nem jól van megfőzve a purics. Tehát magyarul én a saját barátaimnak azért csinálom ezt, hogy ők érezzék a szeretetemet. Akkor ez a kukoricakása az azt fogja mutatni, hogy nem azt fogja mutatni, mennyi kukoricát tettem, hanem mennyi szeretet tettem bele. Ez adja meg majd igazából azt, hogy szeretetből főztem, amit főztem. Ez egy igazi belső szándék, ami megjelennék, és akkor ennek eredményképpen, amit elérek, az egy másik dolog. Tehát nekem arra kell gondolnom, amire csak lehetséges, hogy én a teremtőnek főzök igazából kukoricakását. Hatos idézet. Mindenkihez Bálhá Szolám. A hatos idézet Samátiból, Bálhá Szolám, az acilut az úgy tekintettő, mint a melkastól, hazétól felfele lévő részek, ahol csak adakozás érdekek vannak, a bia világai pedig megszerzés adakozás érdekében, amely majd föl kell emelkedni az alsó hét a bina helyre. Mivel az ember el van merülve a megszerzés érdekében történelme, a megszerzés nélkül nem tud cselekedni semmilyen módon. Ebből kifolyólag mondják a bölcseink, hogy a Lolismából lehet eljutni a Lolismában. Ez azt jelenti,
hogy az embernek el kell kezdeni a tórásra pontosokkal foglalkozni, annak érdekében, hogy megszerezzem bizonyos dolgokat ebben a világban, majd pedig, hogy megszerezzem valamiket a következő világban. És amikor valaki ezen a módon tanul, akkor azért tanul, hogy elérje a lismát a tórában. Ez azt jelenti, hogy a tóra megtanítja az embert arra, hogy milyenek a teremtő útjai, és mindenek előtt meg kell édesíteni a malkut és a bína kapcsolatát, amely azt jelenti, hogy mi a malkut felemelkedik a bínához, mely a malkut, amelyet kapnak adásnak nevezünk, a bínához, amely tiszta adakozásnak tekinthető. Azaz, ez az ember munkának a teljessége, hogy mindent csak is az adakozás érdekében tudja megtenni. És amikor, és ez az a pont, ahol minden sötétté válik az ember számára. Ő azt érzékeli, hogy a munka az növekvő sötétséget adott az ember számára, miután a testnek megerősítése van szüksége a megszerzési vágy felett, mert nem tud belépni az adakozás érdekében való munkában. Ebben az állapotban az embernek egyetlen tanács marad, hogy kimádkozzon a teremtőhöz, hogy tárja, nyissa fel a szemeit, hogy képes legyen az ember az adakozás munkájára vagy formájára. Ez a jelentés annak, hogy ki teszi fel a kérdést itt. Először ez a bínára utal, akinek a neve mi, azaz víz, ahol a kérdés az következőben jelenik meg, hogy kérjétek az esőt, azaz az imát jelenti, és mivel el kell jutnom az állapotban, ami a bína vize, ez azt jelenti, hogy ez az a hely és terület, ahol a bínáért kell imádkozni, Hanok kérdez. Ugye ez az olasz srác, vagy olasz származású srác, tehát Balaszolántól hallottunk ugye történeteket, amely azt mondja, tehát valaki eljutott lismába, és aztán már nem tanult tovább valaki. Hogyan lehetséges ez? Valaki eléri a lismát, és rendkívül izgatott lesz. Ez egy különleges szín, nyilván különleges képességet is igényel. Az embernek bele kell foglalni magát, különböző aspektusokat kell ezt megvizsgálni. Tehát ez valami, amit nehéz figyelembe venni. Ez Rabas mondta nekem, hogy igen, megtörténik ez is, hogy Balaszol a második gyereke, másik vagy a harmadik fia, aki volt Baruch, Moshe, ez volt a második, aki velünk tanult. Rabas előtt 2 évvel halt meg, valamilyen rákja volt, tüdőrákja. Valami könyvelő volt Rishon LeZionban, egy borászatban. Aztán volt Shmuel, a következő, tehát Sámuel a következő fia. A Shlomo az, tehát a Shmuel, Salamon az közte volt. Én Rabasról beszélek most. Rabasnak, bocsánat, összekevertem, mondja Rab, bocsánat. Várjatok? Hát most összekevertük Bálaszolam gyerekeit, meg Rabasét, gyanítom. Tehát Salamon, az Bálaszolam fia volt. Bálaszolam, volt egy unokája, amit Sámuelnek neveztek. Ez a Rebe volt sok évig, mikor Rabas meghalt, ugyanabban a gyülekezetben, és ő túl fiatal volt, nem tanította még a kabalát. Amikor ő megházasodott, akkor pedig Bálaszolám nem fogadta el, amíg nem házasodott, meg nem fogadta el tanítványnak. Hiába volt a nagyapja. Bálaszolám, ő engedte, hogy érezze, mit jelent a lisma, és akkor ő azt érezte, hogy emberileg lehetetlen ezt elérni, mivel mindenféle belső munkát elengedett, ugye csak teszt tanultak, tehát ő a teszt tízszer tanuljának a világbajnoka volt, mert fejből tudott mindent, hol, mi volt leírva. Ő valóban a tízszer tanulja, ezt tapadta az egész életében, ez az unoka, ugye, körülbeszélve.
és én emlékszem, amikor már öreg volt. Nem volt sokkal nekem, mint én, de a tízféle tanulmánya mondja, Rav. Senki más nem tudta, hogy a teszt, de csak a teszt. Tehát olyan, mint egy tudós. De abban a pillanatban, amikor a teremtő munka előkezd, amikor a teremtő munka előkezd beszélni, ami nem a tízszer a tanulmány volt, halottá vált. Én nem hiszem, hogy ebben az esetben túl sokat tudunk tanulni, mert senki nem tudja ezt másnak átadni, hogy ez nem jó így. Amit nem tudom, hogy mi volt a hiba, hiszen Bálhal Szulám, még egyszer mondja, nem akartam megosztani vele ennél sokkal több benyomást, nem akarta tanítani, de nyilván itt vannak számítások, amiket mi nem értünk, miért úgy történik, ahogy történik. Dimitri Moszkvából azt kérdezi, hogy mit jelent a Lolisván való munka a lecke során. A Lolisván való munka az a lecke során a legerősebb, tehát mindenkivel együtt kell tanulnunk, Rabbi Simon, mintha itt ülne velünk, és sóvárodnunk kell arra, hogy együtt legyünk, és a belső kapcsolatban fog feltárulni a teremtő. Hát mi más kell tennünk? Nyilvánvalóan a felső rendszerekkel. Tehát végsősoron a mi világunk az kizárólag azért létezik, hogy átvezessen bennünket az első szinten, és folytatjuk a spirituális elérésre irányuló szinteket. Hol vagyunk? 8. Samátiból, a felkészülés időszak alatt az egész munka, az a tudást jelenti, annak a tudását, hogy mit ne tegyél. Tehát nyilvánvalóan ne tedd meg azt, ami kell, hogy belép az országba, az a vágyakat jelenti mondjanak. Tehát innentől kezdve a nyelv, amely úgy tekintető, hogy én, ennek mindenki előtt a szeretetet kell elnyernie. Mégis a felkészülés alatt az egyetlen munka az a nemekben nyilvánul meg, az azt, hogy az embernek tudni kell, hogy mit nem tehetsz meg. És a nemeknek az ismerete jutat el bennünket oda, ami az Isten kegyelmének a megnyilvánulását jelenti, de ezt megelőzően nagyon sok nemet ismerünk, amelyek idegen Istenek tiltását jelenti, és ilyen módon jutunk el a lismába, a lismába. És mivel a szitra akra támogatást nyújt, még azután is, amikor az ember elkezdett valamilyen mértékben a szentség munkájára dolgozni, mégis támogatást kap a szitra akrától, akkor lezvan egy szintről, és minden bőséget megpróbál megszerezni a szitra akra az embertől. Ilyen módon a szitrának megvan az ereje, hogy uralkodjon az ember felett, azért, hogy kitölti az embernek bizonyos vágyait a szitrakra, és ilyen módon képtel az ember magasabb szintre emelkedni a spültetásban. Ugyanez a sorrend kezdődik, amikor egy új kör kezdődik, ahogy az előtte ment, amikor egész eddig, amíg elmérünk a 49 kapujáig a tisztátalanságnak, ez azt jelenti, hogy valaki a szentség szintjein halad egész addig, amíg el nem éri a 49 kaput, vagy szintet, és akkor valóban megérzi, hogy az összes élet erőt és bőséget más uralja, és az ember, amíg el nem éri a legmagasabb kapuját a tisztátalanságnak, addig Isten mindig szemmel állítja az emberbeli egy minőséget a másikkal. És amikor eljut valaki 49. kapuig, akkor többé nem tudja felemelni magát, annélkül, hogy a teremtő ne jöjjön és ne váltsa meg őt. És akkor ő látja majd, hogy fel kell adni a bizonyos dolgokat, és a teremtő tudja ezt megváltoztatni, és akkor a teremtőt kell kérnie a lelke mélyéről, és akkor minden egyes kötelék és életerő a klipákba távozott, és innentől kezdve kell fellépnie a 49 kapujáig a szentségnek, és ez jelenti azt, hogy az ember fölé emelkedik a tengernek. És mégis lehetetlen megváltást érezni addig, amíg számítógépen van az ember,
és akkor gyakorlatilag az ember a 49 kapu felé halad, számzetést érez, és a teremtő megváltja őt, az 51 kapu erre jálta, és ilyen módon feltárul a galut, a számzetés, a gula, a megváltás közötti különbség, amely megjelenik az alef betű, amely az alufossel olám, azaz a világ irányítójának a megjelenése, és ezért az ember pontosan tudja, hogy kilépett a számvezetésből, és megtalálta a szintnek a hiányát önmagában. Rav, mit jelent ez, hogy az ember ezek a nemeken keresztül jut tovább? Mit jelent ez? Ezek limitációk, behatárosságok, mondja Rav. Ketten fordítanak. Tehát az embernek a helyes irányultságot kell választania. Tehát különböző szintek vannak körülöttünk, ezek alapján kell adnunk, és nekem a helyes irányt kell kiválasztanom. Tehát nem ezt, az a nemekből választhatok ki. Tehát az összes vágyam, az összes szándékomat így kell kiértékelni. Ezek a csoporttal való kapcsolatommal állnak össze, tehát gondoljátok végig, mennyi gondolat és vágy van bennünk, akár napközben is, és hogy kell egy gondolban, egy vágyban lennünk, egy kapcsolatban lennünk egymással. Oké, tehát akkor az előző parafoson azt éreztük, hogy ebben a világban itt van a helye a hazugságnak, a felsőjában nincs. Mi ez a hazugság? Mit jelent ez a hazugság, amiről itt ír, Rav? A hazugság azt jelenti, hogy te igaznak gondolsz valamit, de az nem igaz, hanem csak annak megfelel, amit te gondolsz róla. Ez tekinthető úgy, hogy hamisnak. Tehát én valóban keresem ezt a fajta igazságot, de tudnom kell, hogy mire gondolok, ezt hívjuk hamisnak. Hogyan lehet ez igaz, az az értelemnek megfelelően az igazság, a hamiságot igazát tudja emelni az értelmem a kapnakadásom érdekében. Ezért kell a csoport, mert akkor a csoport értelmez az én értelmem, és akkor a hazugságot hazugságnak fogom látni. Hát nézzétek meg a dolgok, milyen egyszerűek. Tehát vesétek alá magatokat ennek, és akkor nem kell gondolkodnak semmin. Nullázzatok le magatokat, és embrióként éljetek a csoportban. Akkor a csoport értelmében meglátjátok, hogy mi az, ami hazugság az életetekben. Igen, nagypapa, Rav. Van egy kérdésünk a Ránánai csoporttól. A lisma hogyan tárul föl, és hogyan használhatjuk a lorisma állapotát a lehető legjobb módon a felgyorsításod a tízes körben. Tehát nektek össze kell kapcsolódni egymás között, tehát mindenek Gánával, aztán egész Afrikával, most nem tudom, ez a Gána, ez. Tehát amilyen mértékben kölcsönös nyelvet beszélgetünk, tudunk segíteni, a közös nyelv segít, hogy összekapcsolódjunk. És ez az, hogy össze kell kapcsolódnunk és éreznünk kell a felemelkedést, ami segít nekünk, és akkor valóban előre haladhatunk. Amire szükségünk van, az a kapcsolat. És annak érdekében, hogy kényszerítsük a fényt arra, hogy feltárja magát, az adakozást, ez ugyanaz a fény, a teremtőnek a fénye, csak másfajta módon működik rajtam, és ezt a módot hívjunk reformáló fénynek, kicsit másképp működik, mint a kitöltő fény, azaz az Ortnimi. Na, folytassátok? 8-as idézet, Rabas cikkből olvasuk. A felső tisztázódik az alsó számára, az alsó gágat vagy neimhez kapcsolódik, hiszen senki nem tudja kiszabítani magát a börtönből. A felső egy szűrőt rak az alsónak az imájára,
amely egy megváltó erő, és ez egész addig lesz ott, amíg meg nem szerzed az alkotás erejét az alsó. Ilyen módon akkor tudja a fény a manra rákapcsolod a manra, ezt akkor tekintett a man igazi imának, hiszen az nem más, mint a kapni akarásnak az aspektusából felemelt kérés, és ebben kifejeződik az imában az a minőség, amelyet mannak hívunk, amely valójában csak az adakozással lehet, amelyre csak az adakozással lehet választ kapni. Tehát az imát valóban a szűrő korrekciónak nevezzük. Tehát amikor valakinek a szándéka teremtő irányul, amit lismának nevezünk, és az az erő, amely a lismára irányul, annak a felsőből kell származni, mert az alsónak egyáltalán nincs ereje, hogy elkezdje a munkát a lismán kívül, amelyet viszont kapnakarásnak tekinthetünk, mivel csak ekkor kimálja a lismán az első motivációs erőt az alsó számára, és amikor valakinek nincs íze és nincs megelégedettsége a fizikai örömökben többé, itt kezdődik majd el a spiritás örömének a megszerzési lehetősége. Ebből következik, hogy a gyökere a munkának az alsó számára a kapnakarásban rejlik, és az imát, amit mannak nevezünk, az fölemek a kapnakarásnak, és a felső korrigálja ezt a mant, mégpedig úgy, hogy egy szűrőt helyezze a vágyra, amely által a vágy csak késlekedéssel kapja meg a bőséget, mert az alsónak fel kell ismernie, hogy mit jelent az adakozás szándéka ezáltal, és ez azt jelenti, hogy hogy a felső adakozik az alsónak, egy ízt ad neki, amely által megérezheti az adakozásnak az ízét, és ilyen módon az alsó megtapasztalja a teremtő nagyszerűségét, és megérti, hogy miért erős az ő számára lenulázat a teremtő előtt, és miért érdemes eltörni a saját lényegiségét. És akkor kezdődik aznak az érzése, hogy a teremtő mit kíván az embertől, hogy az alsó valóban létezhessen, és bár az alsó önmagában el akarja törölni a saját lényegiségét a teremtő előtt, ebből következik, hogy az összes életerő, amit az ember érez, az a lisma miatt van, és nem a saját ereje által. Amikor valaki megszerzi ezt az érzést, ezt tekintető úgy, hogy már megvan a mannak a korrekciója, az imának a korrekciója, ezáltal megkapja a madot felülről, mivel nincs formaeltérés köztük, az alsó és a felső között, tehát az alsó ugyanezt akarja, mint a felső, és nem a saját előnye által akarja ezt, hanem örömet akar okozni a felsőnek. Ilyen módon a felső megadja a mohinnak az állapotát az alsó számára, ugye, és akkor ez képes ráöltözni a mohinra, és ebből következik, hogy az alsó megkapja a bőséget és az erőt a szűrőn keresztül, mely az adakozásnak az ereje, és ez jelenti azt az állapotot, amikor valaki lolismába eljut a lismába. Értek meg, amire volt ide írva? Na, akkor kérdezzetek erről. Oké, tehát akkor a felső működteti a szűrőt. Igen. Akkor a man, a kérés először korrigálatlan, de a felső korrigálja az emberi máját. Igen. Akkor mit is teszünk itt valójában? Tehát nem én működtetem a szűrőt, hanem a felső. Akkor mit kell tennünk? Mit teszünk mi? Rav. Nekünk minden cselekedetet a saját részvételünkben kell kinyilvánítanunk. A saját részvételünk pedig azt jelenti, hogy mivel mi, ha nem veszünk részt ebben a kölcsönös munkában a felsővel, nem érezzük, hogy mit csinál. Mindent a felső csinál, mi az első világában vagyunk, de az összes cselekedet, amelyet a felső megnyilvánít, azt nem érezzük. Tehát a mi részvételünk az elsődleges annak érdekében, hogy megismerhessük azt, amit a felső cselekszik. Ezt hívjuk a teremtő cselekedetnek. Tehát nagyon egyszerű felkészíteni magunkat arra, hogy feltáruljon a teremtő. Tehát itt nem egy bizonyos fajta munkát kell elvégeznünk csak, hanem képesség kell válnunk identifikálni a teremtőt és az ő irányultságát felénk. Oké, de az átmenet a lismából a lismába, ezt mi ugyanavval a vágyal tesszük, tehát
Tehát ebből a cíből ez derül ki a számomra, hogy a lisma valójában azt jelenti, hogy én nem tudok belépni az igazság világába. A kérdést magyarul. Mit változtunk mi meg? Mi változik meg a munkánk által? Tehát mi úgy akarjuk a lismát, hogy ne veszítsünk el semmit, de ezt kapni akarás, Rav. Egy új formát kapsz. Tehát az én hiányomnak új formát ad a teremtő, vagyis a felső szint, ami azt jelenti, hogy egy új hiány jelenik meg, mert pontosan azért, de ez nem azért, mert én akarom, hanem azért, mert a felső szint akarja, vagyis a teremtő az én irányomban. Tehát minden, ami történik, minden, ami vágyam, megnyilvánul a sóvárgásomban, az összes irányultságomban és belső mozgásomban, bármi történik, ez mindenképpen egy feltárulás. Tehát én nem önmagamban dolgozok önmagomon. Tehát ezért teljes egészen be kell zárnom magam abba, ami nem is létezik nélkülem. Tehát én fel kell, hogy tárjam ezt a hiányt, ami így létezik. A teremtő ebben kell, hogy megjelenjen. Tehát csodálatos szavakkal írja ez itt le, Rabas. Oké, de a teremtőnek szüksége van az én hiányomra. Akkor ugye föl kell emelni a mant, hogy az én hiányom felemelése. Te felemeled, ez így van, de a teremtő korrigálja ezt a mant. De miért kell ezt korrigálni? Azért, mert te képtelen vagy egy bizonyos dolog elkövetésére még. Nem tudod követelni, nem tudod a saját hiányodat megfelelő módon korrigálva felemelni. Tehát, hogy ne az önkitöltés érdekében emelkedjen ez fel. Mert a teremtő akarja, hogy felemel, de hogyan tudom akkor ezt rendesen korrigálni? Nyilván a teremtő a saját kérdésen megfelelően fogja korrigálni ezt. Te nem létezel ilyen szempontból egyáltalán a magas emelő világban. Tehát nyilván ezen a szinten, ahol élsz, igen, de a világnak nagy része el van rejtve előled. Mi most egy magasságról beszélünk, nem az élet és a halál világára, mert bele vagy ragadva, hanem hogy a léletet, a végtelenséget, az örök életet és a teremtésnek a teljes megértését, arról a világról beszélünk, ott nem létezel. És mert nem létezik a tudatosságod, nem érzékel ezt a világot, azért nem létezel benne. Tehát nekem azt kell elfogadni, hogy a teremtő elrendezi az én hiányomat fenn a magas emelő világban. Ezt pedig korrekciónak nevezzük, hogy van itt írva. Tehát nekem nem lett hiányom, hogy magamra irány, Uraf keresi. És akkor az ember elkezd érezni az ő valóságát, mert a teremtő vágya megnyilván, a teremtő azt kívánja, hogy az alsó létezzen a felső világban, ezért az emberek el kell törölni a saját valóságát, és ebből következőleg az összes élet, amit érez, az kizárólag a lisma miatt érzi, és nem a saját maga alól is irányuló vágyak által. Oké, tehát akkor... De a teremtőnek akarni, hogy eltörődjön, ugye? Az önmaga szemébe. Azért, mondja arra, mert az ő vágya, akkor a teremtőnek vágya, akkor ezt tekintet a lismának, így van. Hát ez a lisma szándéka? Igen. De azért létezem, mert a teremtő azt akar, hogy létezzem. Így van, következő. Kilences, meg kell keresnem nekem is. Izrael a világ királya. Amikor valaki leválasztja önmagát a saját magára jönni örömöktől, és megkapja az egységnek az aspektusát, akkor ebben rejlik a szentség, mivel a felső fény csak azokban az edényben tud tartózkodni, ahol a teremtő fénye megnyilvánul, amelyet szentségnek neveznek, ezért a szentség kizárólag ez a tisztaság helyén található meg, a tisztaság pedig a minőség megtisztulását jelent, és akkor a szentség a megtisztulás helyén tud lakozni. Azonban, azokban az időben, amikor én és az Úr egy helyen lakozom,
még akkor is, hogyha látszólag a tisztátalanságodban vagyok, tehát az edények még nem teljesen készek a formájézésre, annak érdekében, hogy valaki eléri a tisztaságot, szükségszerű, hogy segítség kapjon felülről, és ezért a Lolisma állapotában a fény visszatér, hogy kitisztítsa az edényt, és ezt a fényt nevezzük úgy, hogy az Úr a tisztátalanságban is tud lakozni, ez pedig pontosan abban a vágyban van, amit Lismának nevezünk, amiből az ember nem tud kikeveredni, hanem a fénynek kell megérkeznie, hogy megharcoljon a teremtő útjával a belépés, az ami tiszta adakozás. Kérdések? Kérdések? Mit jelent az a cselekedet, ami a felső szűrő rak az imára? Én ezt nem értem. Hát ki más aktiválna ezt a szűrőt? Na, de mit jelent a szűrő rátétele? Hogy kell ezt elképzelni? A teremtett lény oldaláról mi csak a korrekció helyét kínáljuk föl. Mi nem tudunk korrigálni magunk semmit. Tehát mi nem tudunk új vágyakat beemelni ebbe, új számításokat végezni. Tehát semmit. Minden a teremtő oldaláról tárul föl a fény hatására, a fény pedig a hiánynak megfelelően dolgozik rajtunk. Tehát nem arról van szó, hogy ott mi elnémulunk, hanem sokkal inkább az, hogy közöttünk meg kell kísérelni. Összekapcsolódni, kapcsolódást teremteni, mégpedig egy kvalitatív módon, tehát akkor az erőfeszítéseink, mint a gyerekek, amikor játszanak, próbálkoznak, és ennek megfelelően a felső fény elkezd rajtuk dolgozni, és akkor ez korrigálni kezdi a gondolatokat, a szándékokat, a vágyakat és mindent. Ez az emberek a korrekciója. Oké, na de a korrekció után mit jelent, hogy aktiválom a szűrőt, ahogy itt le van írva? A teremtő elkezdi korrigálni a te szándékodat, hogy elkezd érezni végre azt, hogy gondolataidban, svágyaidban megjelenik egyfajta korrigáló erő, de nyilván itt a kérdés mindig megjelenik, hogy ez a teremtőtől jön vagy önmagamtól, de így kell a előre, hogy ezt megvizsgálod. Rá fogsz jönni, csak a teremtőtől kaphatás segítséget, és így kéz a kézbe állhatsz az Istennel. Tehát, hogy semmi másod nincs, minden a teremtőtől érkezik, és akkor valóban együtt haladtok az úton, és ez lesz az igazi ima, ami azt jelenti, hogy ki imádkozik, és kiért. És ki válaszol az imára? A teremtő. Ki vagyok én? Én bele vagyok integrálva a csoportból, és a csoportból én valóban én ébresztem fel ezt az egész mechanizmust. Tehát ki fog derülni, hogy az integráció által a csoportban mi felébresztjük a kérést és a választ is. Tehát minden a teremtőtől jön, minden. Tehát előre-hátra-hátra-el engem, mindentől leszármazik a kérdés és a válasz is, minden állapotban ő provokálja ki belőlem a kérdést, amiben emelje a tudatosságomat, és akkor az integrációval, a csoporttal való integráción keresztül egyszerűen kényszerítő módon bele lehetek foglalhatatva a barátokba, és ilyen módon felébreztem a kör akaratát, és akkor a teremtő cselekedet is felébreztem. Minden egyes cselekedet a teremtőjém. Oké, de az én érzéseimben, amikor én szeretném megérteni, hogy mit jelent a korrekció, de a korrekciót hogy tegyem ezt meg? Hogyan tudom megragadni ezt a vágyat, hogyan tudom kezelni, ami felébred bennem? Ne, ja, szeretném, de onnan tudom. Most honnan jön ez az erő? Abban a mértékben, amennyire te erőfeszítés vagy képes megtenni, hogy integrálj a közösségbe, hogy törekedj feléjük, így fogod megkapni az erőt, hogy végrehajtsa a kollektív cselekedeteket. Soha nem tud eljutni hozzád ez olyan módon, hogy hogy én csak egyszerűen akarom, és, nem, és megtörténik. Hát ez nem így működik, magyarabb. Tehát először a kapnakarással szembe kell futni. Oké, na de a tízes körnek a koncepciója az a Lolismában létezik egyáltalán? A tízes Lolismában, hát persze, mondja rám.
Létezik, de csak a teljes tisztaság útján. Tehát arról is van, nem lehet a tízes nélkül, de a tízes kör mondja, az nem zárt abban az értelemben, hogy ezt mi gondoljuk. Tehát nekünk az első fizetés szinten egyszerűen meg kell éreznünk, hogy ez mit jelent, de biztos, magyarabb, hogy a tízes kör nélkül nincs elolisma. A kérdés a tízes körnek az alapvető koncepció. Ez a koncepció, magyarabb, az mindent helyes módon kell, hogy összekattintson, összezárjon. Na, ki van ott hátul, kérdezi rá? Van egy kérdés, Brazíliából Mauro kérdezi, ami az a kapcsolatban, ami Rav beszélt. Elérhetem én a lispa állapotát, tehát én elérhetem, mikor érem a lispa állapotát, tehát a tízesem előtt elérhetem, vagy a tízesem után. Rav ízlelt a kérdés, nincs ilyen dolog, mondja Rav, hogy... elérni a lismának a koncepcióját a tízes előtt, a tízes után. Ez a kérdés, én sem értem teljesen. Lehet, hogy portugálról azt nem fordították annyira jól le. Tehát lehetséges a tízes körben nem lismában lenni, hogy akkor valaki meg lismában van. Hát valaki már a teremtőjét cselekszik, valaki meg nem. Ez abszolút lehet. Ezek a dolgok elérhetőek lesznek, mert végezetül amikor előfejtés tesz mindenki tízes körben a lismáért, akkor valóban arra irányulunk, hogy a tízes kör azt érezze, hogy a tízes kör minden egyes tagja lismában van. És itt nekünk nagyon fontos, hogy a tízes kört helyes formában érzékeljem. A korrekt formában való érzékelés az azokra lényeg, akik valóban a korrigált formában érzékelik a világot, akik, és vannak, akik nem a saját, saját részeket még nem érzékelik korrigált formában, de végsősorban érzik, hogy mit jelent majd az egésznek a korrigált formája. Hát most nem teljesen értettem, vagy jól értettem, remélem. Majd erről beszélünk még. Tehát el kell... Tehát nekünk le kell tisztáznunk itt ezt. Oké? Mi azt mondtuk, hogy a felső stabilizálja a felemelt mant. Az én kérdésem arra irányul. Nem csak a kezdetben mondja, nem fejezték be a fordítást, a kérdés fordítását. Tehát mindenek előtt mit jelent a korrigált man? A kérdésem az, hogy milyen állapotban lép be a barátoknak a segítsége ide. Tehát mi arra törekszünk, hogy mindenki korrigált el a tízes körben. Hol van a támogatásnak a helye, hogy valóban meg tudjuk-e osztani? Mondom neked, magyar. Tehát egy bizonyos állapotban vagyok. Tehát én megízlelek valamit, ami ízletes. A nyelvemmel, az ajkammal, a szájpadlásommal érzékelem ezt. És... tehát milyen értelemben érzi a lábam, hogy milyen ízű volt valami? Semmilyen módon. Tehát van a test, amely kap egyfajta örömet, és bár egy új fény tárjad ki a testemben, de mégis egy talmas különbség nyilvánul meg az örömben. A test különböző testrészei másképp érzékelik ezt, hogy a rostok soft részek a parcukban, amely a testre épül rá. Tehát nyilván a teremtő elérésében ezek így nyilvánul meg. Tehát az, aki eléri egy világos módon ezt, és akkor megízlel, hogy az Úr jó, és vannak emberek, akik pedig
akinek még a lába is érzékeli a sütemény ízét. Tehát, hogyha megnéztek a vérnek az elemzését például, akkor a vér elviszi mindenhova az ízt egy bizonyos mértékben. És az a felső szint feltárása a szükséges erőt megadhatja. Oké, tehát mi mondhatjuk azt, hogy mi együtt dolgozunk egy kölcsönös munkában egymás között, és lényegtelen, mit érzünk, meg hogy hogy érezzük magunkat, mind azért történik, hogy akkor a lehetőséget adjunk egymásnak, amikor csak tudunk. Így van. Amilyen mértékben mi elérjük az integrációt, akkor már egyre kisebb különbség lesz a fej és a test között a parcofon belül. Franciául kérdez Terence. Gánával kapcsolatosan szeretnék, egy kérdést kaptunk Gánából. A lólismer szintje hogy tárul föl? A lólismernek a szintje az erőfeszítés, a kapcsolatot az erőfeszítés után tárul fel, amikor meglátjuk a kötelékeket, amelyek összekapcsolnak bennünket, és nyilvánvalóan ez a teremtőnek a megnyilvását jelenti egy bizonyos helyen, tehát egy kapcsolatban kell lennünk annak érdekében, hogy adakozzunk kívülre minden részvevőnek a tízes körben, hogy valóban feltáruljon az adakozás teljes ereje, amely közöttünk lakozik, és akkor azt, ami föltárul, a szívük teremtőnek. Ez az a jel, hogy érjük a lismát. De hogyan használjuk ezt a tízes körben annak érdekében, hogy a felgyorsításban legyünk? Ezt már kérdezték egyébként. Mindenekelőtt az akrisén a felgyorsítás és a beító a időben való előadás. Mi csak a teremtő munkájáról beszélünk a tízes körben. Ez és semmilyen másodon semmi nem terült föl. Tehát amilyen mértékben mi közelebb kerülünk ehhez az állapothoz együtt, mindenféle feltételeket teremtünk. A tízes körben az azt jelenti, hogy mi valóban az akrisén a felé haladunk. Mi más mondhatnék az akriséráról? Tehát, hogy sóváruljunk annak a feltárulására, a hiány feltárulása, amit a teremtő akar látni. Nyilván ezt jelent az akrisén, hogy minél gyorsabban tudjam ezt feltárni. Tehát nekem folyamatosan meg kell próbálnom identifikálni a közszegvévő kapcsolaton keresztül, hogy mit akar a teremtő. Te mit akar az Úr? Mit akar az Úr? Ez, amire szükségünk van. Tehát hogyan kapunk örömet, hogyan fogunk azok az ő irányába? Ez az. Ez jelenti az felé kiadott impulzust. Most, de aztán majd ez egyre tisztább formában tárul fel. Mindjárt belépünk a harmadik órájába a leckének, a Bála Szolámtól fogunk olvasni, egy Sámátit fogunk olvasni, tehát nem lép neki a leckéből, nem lesz tesz, ha azt majd este fogják tanítani, nem tudom miért így írták ki. Tehát énekeljünk egy dalt, ez történik most. שלנו זכור אזכיר לכם על אהבת חברים בזה תלוי זכות הקיום שלנו אז תתנו לב לחשוב מחשבות לקשר לבכם בלב אחד ממש אז תתנו לב
להמציא המצאות, לקשר לבכם בלב אחד ממש. לקשר איתכם בלב אחד ממש.